Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves testvéreim, mai szentmisénket a Hozsonna énekeskönyv 58-as énekének első és második verszakával kezdjük. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Nagy szeretettel köszöntelek mindnyájatokat, kedves testvéreim, szentmisén kezdetén, ezen a bőjti napon, mely március hónap első szombatja, így a boldogságos szűzanyát is szeretettel köszöntjük, úgy, mint minden első szombaton. Ezt a mostani szentmisét elhunyt Keller László testvérünkért és feleségért, Katalinért ajánljuk föl, valamint a Keller család elhunyt és élő tagjaiért. Vizsgáljuk meg lelki ismeretünket és bánjuk meg bűneinket, hogy a gazdagréti testvéreinkkel és az Apostol TV kedves nézőivel közösségben méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétke, kérem azért a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Amen. Könyörögjünk. Istenünk, te szentségeid által már ezen a földön mennyei életedben részesítesz minket. Kérünk, kormányozz minket földi útjainkon, és vezess el világosságodra. A mi Urunk Jézus Krisztus, a te fiad által,
aki veled él és uralkodik, a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké. Amen. Olvasmány Mikeás próféta könyvéből. A nép nevében Isten profétája így imádkozik. Legeltest pásztorbotoddal népedet, örökséged nyáját, amely egyedül él az erdőben, egy gyümölcsös kertnek a közepén. Bárcsak legelhetne a Básánon és Gileádban, mint hajdanában. Mint azokban a napokban, amikor kivonultál Egyiptom földjéről. Mutass nekünk csodajeleket. Melyik Isten olyan, mint te, aki elveszed a gonoszságot, és megbocsátod választott néped maradékának bűneit? Aki nem haragszol mindörökre, mert kedvedet találod az irgalomban. Irgalmazd nekünk még ez egyszer, tiport össze vétkeinket, vesd a tenger mélyére minden bűnünket. Tanúsíts hűséget Jákob iránt, irgalmad Ábrahám iránt, amint megesküdtél atyáinknak, ős időktől fogva. Ez az Isten igéje. Istennek igen. Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Áldunk téged, Krisztus, Úrű dicsőségétel. Az Úr legyen veletek. És a lelkeddel. Evangélium Szent Lukács könyvéből. Azokban a napokban vámosok és bűnösök jöttek Jézushoz, hogy hallgassák őt. A farizeusok és az írástudók méltatlankodtak miatta. Ez szóba áll bűnösökkel, sőt, eszik is velük, mondták. Jézus erre a következő példabeszédet mondta nekik. Egy embernek két fia volt. A fiatalabbik egyszer így szólt apjához: Atyám, add ki nekem az örökség rám eső részét. Erre ő szétosztotta köztük vagyonát. Nem sokkal ezután a fiatalabbik összeszedte mindenét, és elment egy távoli országba. Ott léha életet élt, és eltékozolta vagyonát. Amikor mindenét elpazarolta, az országban nagy éhínség támadt, s ő maga is nélkülözni kezdett. Erre elment és elszegődött egy ottani gazdához. Az kiküldte a tanyájára, hogy őrizze a sertéseket. Szívesen megtöltötte volna gyomrát a sertések eledelével, de még abból sem adtak neki. Ekkor magába szállt. Atyám házában hány napszámos bővelkedik kenyérben, mondta, én meg itt éhen halok. Felkelek, atyámhoz megyek, és azt mondom neki, atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz, csak béreseid közé fogadj be. Azonnal útra is kelt, és visszatért atyához. Atya már messziről meglátta, és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, nyakába borult, és megcsókolta. Ekkor a fiú megszólalt, Atyám, vétkeztem az ég ellen, és te ellened. Arra már nem vagyok méltó, hogy fiadnak nevezz. Az atya odaszólt a szolgáknak,
Hozzátok hamar a legdrágább ruhát, és adjátok rá. Húzzatok gyűrűt az ujjára, és sarut a lábára. Vezessétek elő a hízlatborjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. Az idősebbik fiú kint volt a mezőn, amikor hazatérőben közeledett a házhoz. Meghallotta a zeneszót és a táncot. Szólt az egyik szolgának, és megkérdezte, mi történt. Megjött az öcséd, és atyád levágatta a hízlalt borjút, mivel épségben visszakapta őt. Ezt felelte a szolga. Erre az idősebbik fiú megharagudott, és nem akart bemenni. Ezért atya kijött, és kérlelni kezdte. De ő szemére vetette atyának, látod, én annyi éve szolgálok neked, és egyszer sem szegtem meg parancsodat, és te nekem még egy gödőjét sem adtál soha, hogy mulathassak egyet a barátaimmal. Most pedig, hogy ez a te fiad, aki vagyonodat rossz nőkre pazarolta, megjött, hízlalt borjút vágattál le neki. Ő erre azt mondta, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. De most úgy illett, hogy vigadjunk és örüljünk, mert ez a te öcséd meghalt, és most életre kelt, elveszett, és újra megkerült. Ezek az evangélium igéi. Áldunk téged, Jézus! Kedves testvéreim! Itt gazdag réten és otthonaitokban széles üdv történeti értelmezésben, látószögben is gondolkodhatunk a mai evangéliumról. Az eleve kiválasztott népről, mely ott van Isten lábainál, Isten házában. Az Úr értékeit eltékozló emberekre gondolva, pogányokról is megemlékezünk, akiket, mint megtérőket visszafogad az Atya a házába, vagyis meghívja őket, hogy legyenek ők is szeretett fiakká. Most azonban nem ebben a széleskörű üdv történeti távlatban gondolkodunk el a mai evangéliumról, hanem inkább személyesen a lelki élet dolgaira tekintve, mégpedig a bűnbánat és a Szent Jónás szempontjait figyelembe véve. Jól ismerjük a fővárosunk nagy gyóntató központjának a Ferenciek terén a ferences közösségnek nagy plakátját és kisebb plakátjait is templomainkban, amely a gyere haza hívással, a bűnbánatral kínálja fel a lehetőséget. Éppen, vagyis én gondolom, hogy éppen a mai evangéliumról és a mai történetről szól ez a meghívás, gyere haza. Vagyis a Szent Jónásban, annak lehetőségében és a lelki atyák szolgálatával így várja a mennyei atya a bűnösök hazatérését, akik eltékozolták kincseiket, vagyis az Úrtól kapott kegyelmet. A lelki életnek az egész folyamata a bűnbánatban, mindez benne van ebben a csodálatos és figyelemre méltó és részletes példabeszédben, kezdve avval, hogy mit jelent a bűn, és befejezve avval, hogy mit jelent a hazatérés. Szinte
tanító elbeszélést kapunk annak lehetőségéről, hogyan újulhat meg a keresztény ember, a katolikus ember a bűnbánatban, a bűnbánat szentségében, a Szent Jónásban. A bűn nem más, mint elhagyni az atyai házat. Nem a szabályok megsértéseiről van szó, hanem arról, hogy a szerető atyát a fia ott hagyja, vagyis megszakítja vele a kapcsolatot. A világ felé fordul Isten helyett, a világ kínálatában emészti föl korábbi lelki javait és emberi, anyagi javait is, elszakadva az Istentől, elszakadva az atyai háztól. És jó esetben, amikor a megtérés elindul, akkor mindennek hiányára, az értékek hiányára, az atya szeretetének mellőzésére gondolva, megindul az ember szívében a vágy, hogy hazatérjen. Így kezdődik a bűnbánat vágyakozással, annak a fájlalásával, hogy megsértettük a szerető atyát, és ott hagytuk őt. Természetesen a lelki éhség és szükség is vezeti az embert a bűnbánatra, hogy elveszítette azokat az erőforrásokat, amelyekkel kiegyensúlyozott és békés életet élhet, amelyben nem kell aggódnia a holnap miatt. Ez a felismerés is ösztönzi a bűnbánót a hazatérésre. De az első az a személyes fájdalom, hogy aki engem szeret, őt hűtlenül otthagytam, és a tőle kapott értékeket eltékozoltam. A Szent Jónásra gondolva, a bűnbánatnak még az is fontos lépése, hogy az ember először önmagában határozza el a visszatérést, ön a szíve mélyén kezdi a bocsánatkérést, elmondja, hogy mit kíván közölni az atyával. Nagyon szépen szerkesztett tanítás a tékozló fiú példabeszéde, mert elmondja ugyanazokat a szavakat a fiú töprengésében, majd pedig a hazatérésekor. Előre megfogalmazza azt, hogy mit mond az atyának. Atyám, vétkeztem az ég ellen és te ellened, már nem vagyok arra méltó, hogy a fiadnak nevezz. És amikor az ember a Szent Jónásra indul, akkor arra fölkészül. Elmondja azt, hogy miért kér bocsánatot az atyától, mi nyomja a lelkét. És sokak lelki értetlenségével ellentétben, akik valami vallatásnak, vagy valami nyomasztó bűnbevallásnak tartják a Szent Jónást, ennek a lényege éppen itt van a tékozló fiú esetében. Nem kínos bűnbevallásra, hanem örömteli kiengesztelődésre igyekszünk a Szent Jónásban. Mert örülünk annak, hogy van lehetőségünk visszatérni, és az atya vár. Nem a ferences atyák találták ki azt, hogy gyere haza, hanem ez a mennyei atyának az üzenete, kiváltképpen a Szent Jónásra tekintve. Gyere haza! És valóban kitárt karral várja a bűnbánó embert a lelki atya képviseletével, a gyóntató pap képviseletével, a mennyei atya. És ott megtörténhet a terhek letétele, amikor élvezi az ember azt, hogy a szerető atya visszafogadott, és nem emlékszik ezután már a bűneinkre. Lelkiíróktól is tudjuk, és a Szentírás magyarázóiról is,
hogy amikor az Úristen kimondja azt, már az Ószövetségben is, az irgalmasságában, hogy nem emlékszem a vétkeidre, akkor ez azt jelenti, hogy azokat úgy törli el, mintha azok meg sem történtek volna. Mert amire nem emlékszünk, az valójában már nincsen. Tehát nem csak egy kiengesztelődő találkozás, hanem a bűnöknek a törlése valósul meg ebben a visszafogadásban, amely visszahelyezi az embert eredeti méltóságába, annak lehetőségébe, hogy az Úristennel élő közösséget folytasson, tovább folytassa a szeretett fiú állapotát, annak lehetőségét, hogy Isten kedves gyermekeként élhessen. Most a féltékeny fiúról nem beszélünk, bár előfordul a hívő közösségben is az, amikor kialakul bizonyos féltékenység valakinek a megtérése, bűnbánata nyomán, főleg olyan esetekben, amikor nagyon elszakadtak és nagy bűnösök visszatérnek a közösségbe, és megtalálják eredeti méltóságukat. Ne felejtjük el azt, hogy a Szent Jónás előzménye a kezdeteknél és az ős egyházban a vezeklés intézménye volt, és nyilvános dolog volt a bűnbánattartás, úgyhogy az egész közösség tudott a bűnről, a bűnösről és annak a visszafogadásáról, hiszen a vezeklés a közösségből való kizárt állapot is nyilvános volt. De mindig örömmel párosult a közösség tagjai részéről az, ha valaki visszatért a közösség életébe. Mindezeken elgondolkodva, éppen még egy szinte egy egész hónap áll előttünk húsvétig, hogy ezt a nagy ajándékot megfontoljuk és éljünk ennek lehetőségével, hogy ezt átértelmezzük, másoknak is segítsünk átértelmezni a Szent Jónásnak a lényegét, hiszen ez Jézus győzelmi ajándéka feltámadása után, ez az első, amit a Szentlélekben közöl, mert a Szentlélek támasztja fel az Úr Jézust a halálból, a romolhatatlan, dicsőséges életre a testében, hogy visszatérjen az Atyához. És a feltámadást megadja a még a földön élőknek, ugyanabban a Szentlélekben, mikor rálehel a tanítványokra, vegyétek a Szent Lelket, akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer. A hazatérés ajándéka tehát húsvéti ajándék, és mi most erre készülünk, bizonyára kellő bűnbánattal, megfontolt szándékkal, és az el nem mulasztott Szent Jónás elvégzésével. Amen. Kérjük testvéreim a mennyei Atyát, hogy kegyelme segítségével töltsük be Isten gyermeki hivatásunkat. Add, Urunk, hogy egyházadban minden ember megtalálja irgalmat forrását. Fordítsd magadhoz, Urunk, az emberek gondolatait, hogy visszataláljanak hozzád irgalmas Atyukhoz. Add szívünkbe, Urunk, a hozzád visszatérő gyermek lelkületét, hogy őszinte Szent Jónással méltók legyünk hozzád. Olcs vágyat fele barátaink lelkébe, hogy egyek legyünk a húsvéti szentségek vételében.
őszinte bűnbánatunkért földi életünk végén fogadj be országodba minket. A Keller család élő tagjainak, akikért a Szent Misét fölajánljuk, add meg bőséges kegyelmedet. Irgalmas atyánk, te a bűnbánó és hozzád visszatérő tékozló fiúnak szívesen megbocsátasz, kérünk, tekints bűnbánó lelkünkre, és öltöztess fel minket a kegyelmi élet fehér ruhájába, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az 58-as ének 4. és 5. versszakát énekeljük. Imádkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Atya Szent Egyház javára. Kérünk Istenünk, részesítse minket ez az áldozat megváltásunk kegyelmében. Tartson vissza az emberi botlásoktól, és szerezze meg nekünk üdvösséges ajándékaidat, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Az Úr legyen veletek. És a te lelkeddel. Emeljük föl szívünket. Fölemeljük az Úrhoz. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Méltó és igazságos. Valóban méltó és igazságos, illő és üdvös, hogy mindig és mindenütt hálát adjunk néked, mi Urunk, szentséges atyánk, mindenható örök Isten. Te gyermekeid lelki tisztulására üdvös időt rendeltél, hogy a rendezetlen vágyaktól szabaddá váljanak, és úgy használják a mulandó javakat, hogy többre tartsák az örök élet kincseit. Most ezért a szentekkel és minden angyallal együtt dicsőítünk téged, és vég nélkül zengjük. Szent vagy Istenünk, minden szentség forrása. Kérünk, szenteld meg ezt az adományt, árazd le rá szent lelkedet, hogy számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére legyen. Ő mielőtt önként átadta magát a szenvedésre, kezébe vette a kenyeret, hálát adott, megtörte,
tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet is, majd ismét hálát adott, odaadta tanítványainak, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg eljössz. Ezért fiat halálának és feltámadásának emlékét ünnepelve, felajánljuk neked, Istenünk, az élet kenyerét és az üdvösség kelyhét, és hálát adunk, mert arra méltattál minket, hogy színed előtt állhatunk és szolgálhatunk neked. Kérve kérünk, gyűjtsön egybe a Szentlélek mindnyájunkat, akik Krisztus testében és vérében részesülünk. Viseld szíveden, Urunk, egyházad sorsát az egész világon. Tedd tökéletessé a szeretetben, Ferenc pápánkkal, Péter püspökünkkel, segédpüspökeivel és az egész papsággal együtt. Emlékezzél meg, Urunk, László és Katalin szolgáidról, és a Keller család elhunyt tagjairól, akiket magadhoz szólítottál ebből a világból. Add, hogy akik a keresztségben titokzatos módon részesültek fiat halálában, részesüljenek fiat feltámadásában is. Emlékezzél meg a feltámadás reményében elhunyt többi testvérünkről, a templomunkban nyugvó hívekről és mindazokról, akik irgalmatban bízva távoztak el a világból. Bocsásd őket szent színed látására. Könyörülj kérünk mindnyájunkon, hogy Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, a szent apostolokkal, szent angyalaiddal és minden szenttel együtt, akik a világ kezdete óta kedvesek voltak előtted, részesei lehessünk az örök életnek, és dicsőítve magasztaljunk téged, Jézus Krisztus, a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne, a tiéd mindenható Atya Isten, a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké. Ha Istent atyánknak hívjuk, testvéri szeretettel bocsássunk meg egymásnak, és akkor így imádkozhatunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, még reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen. Krisztus, a mi békénk és kiengesztelődésünk, ezért kérjük, Urunk Jézus Krisztus, ne vétkeinket nézed, hanem egyházad hitét, őrizd meg szándékod szerint békében,
és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol mindörökkön örökké. Amen. Az Úr békéje legyen veletek mindenkor. És a te lelkeddel. Engesztelődjetek ki szívből egymással. Legyen békesség köztünk. Az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit, boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hajlékomban jön, hanem csak egy szóval mond, és meggyógyul az én lelkem. Szent áldozás közben a 114-es éneket énekeljük.
A lelki áldozás imájával kérjük a megerősítést, a kegyelmet az otthonaikban velünk imádkozó testvéreink lelki javára. Uram Jézus Krisztus, hiszek benned, imádlak téged, és szeretlek téged teljes szívemből. Bánom minden bűnömet, mert szeretnélek magamhoz fogadni a szent áldozásban, hogy veled élhessek. Jöjj hát, ó Jézus, legalább lélekben költözz a szívembe, és védj lakást benne örökre. A mi Urunk Jézus Krisztus teste, őrizzen meg engem az örök életre. Köszöntelek, ó Jézus, az én szegény szívemben. Neked adom magamat egészen. Tied akarok lenni életemben és halálom után is. Amen. Könyörögjünk. Urunk Istenünk, az oltári szentség, amelyet magunkhoz vettünk, töltse be egészen szívünket, és fejtse ki bennünk hatékony erejét, Krisztus, ami Urunk által. Amen. Kedves testvéreim, a 70-es éneket fogjuk énekelni a Szent Mise végén, abból kettő versszakot. Jézusra, a világ megváltójára tekintünk, és a szűzanyával együtt helyezzük oda magunkat Jézus keresztje alá ebben az énekben. A Jóisten áldását kérem most mindnyájatokra, a jelenlévő gazdagréti testvéreimre, az Apostol TV és a Hegyvidék TV kedves nézőire egyaránt. Az Úr legyen veletek! Istenünk, nyisd meg irgalmas füledet híveit kéréseire. Tanítsd meg őket kérni mindazt, ami neked kedves, hogy elnyerhessék, amire vágynak, Krisztus, a mi Urunk által. Amen. És a mindenható Istennek, az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek áldása szálljon le rátok, és maradjon veletek mindenkor. Amen. Menjetek békével, szolgáljátok Istent és embertársaitokat. Istennek legyen hála. Szent Mihály arkangyal, védelmezz minket a küzdelemben, a sátán gonosz kísértései ellen légy oltalmunk. Esedezve kérjük, parancsoljon neki az Isten, te pedig mennyei seregek vezére, a sátánt és a többi gonosz szellemet, akik a lelkek vesztére körüljárnak a világban, Isten erejére, taszítsd vissza a kárhozat helyére. Amen. Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned. Szűz Mária kegyelmek anyja, könyörögj érettünk. Magyarok szent őrangyala, könyörögj érettünk. Szent Pió és szent Sárbel atya, könyörögjetek érettünk. Mindnyájan szent angyalok és Istennek minden szentjei, könyörögjetek. Yeah.